Sziasztok, én Gocsi vagyok, ez pedig a One Must Fall 2097 végjátszásomnak a negyedik része. Ott tartottunk, hogy megvertük Bruce-t, aki egy Shadow-val jött, úgyhogy a következő ellenfelünk Jared lesz. Ő egy Kronosszal jön. Picivel erősebb, de hát ezt már megszokhattuk igazából, hogy mindig egyre erősebbek az ellenfeleink. Ez még mindig a War Invitational, és hamarosan a végéhez érünk. Rajta kívül itt van Crystal, Selena és Nicoli, aki egy brutális Shadow-val jön, akitől valószínűleg ki fogunk szívni. No, de nyomjuk is neki. Itt, hogyha megnézzük a statokat, akkor a power az már 4000, a többi mind 7000 dollár, úgyhogy nem olcsóak, sajnos. Nem baj. Lássunk is neki. Lábas kezdés. Azt hittem, hogy ezt be fogom kapni, szerencsére. Nem így történt. Na, gyere! Próbálom kicsit bételni, hát ha kapó rá. Jó, hát lehet jönni a rugásért. Hopp. Igen, neki van egy ilyen érdekes rugása. Hopp. Jó, ezt magamnak köszönhetem. Hoppá! Sajnos elkapott a tüske. Nem baj. Igen, a Kronosz tud teleportálni. Ő az egyetlen a robotok közül, aki erre képes. Csak hogy sokat nem ért most ezzel a képességével, nem baj. Igen, szeretjük az ilyen dupla ütéseket. Van neki még egy ilyen lövés, amit sosem tudtam hova tenni. Olyan fura az egész robot. Hát ez nem múlott sokon. Kicsit izgultam. Nagyon erős a támadása, úgyhogy neki nem kellett nagyon sokat belém ütnie, de szerencsére sikeresen megvertük. Nyilván nem is kaptunk túl sokat, ugyanis a repair costing az 1500 lett. Hát volna picit, lehetünk volna egy picit ügyesebbek is. Megnézzük, hogy Crystalnak milyen statjai vannak. Igazából majdnem ki van maxolva. Tudunk-e bármit venni? Hát persze, hogy tudunk. Van nekünk egy leg powerünk, leg speedünk, amit lehetne esetleg venni. Én még mindig a leg powerre mennék. Most nyomok is belőle egyet. Kisemmizve az eddigi nyereményüket, de megnézzük, hogy mit tudunk ezzel elérni. Gergoylal jön. Igazából vertünk már meg Gergoylt, úgyhogy ő sem kéne, hogy sok újdonságot mutasson, de persze lehetnek meglepetések. Jó, ez picit messze volt még, viszont legalább ezt elhárítottuk. Megpróbálunk egy... Ajjajjajjaj! Próbálunk lábbal több sebzést elérni. Ehhez képest egyszer nem tudtam még hozzáérni normálisan. Jaj! Ez nem múlott csak on. Az, hogy mindig későn nyomom, viszont annyira közel jött, hogy most már át tudtam dobni. Számítottuk. Igen, ezt még nem láttuk Gergoytól, ez egy nagyon jó kis támadása. Fölé sem érdemes nagyon menni, mert van neki egy ilyen alulról felrepülő támadása, ami igazából elég hatásos. Na, mi lesz? Szap. Kár, hogy ez kivédte. Szupereket szaltozunk a levegőben, kár, hogy semmi hatása nincsen.
Úgyhogy Krisztánt megvertük. Annyira talán nem is volt vészes. 5400-at kaptunk. Úgyhogy most van nekünk 6000-es... Nincsenek nagy reményeim. Powerből nyomunk egy 4000-eset, hogy egy picit azt is fejlesszük. Nézzünk egy szimulációt. Szimulációt mi nem néztünk, megnézhetjük, hogy Selena mégis hogyan harcol. Ennek ugye most nincsen tétje, ez csak egy szimuláció. Itt simán lehet, hogy itt megverjük, aztán az igazi játékban meg nem. De legalább lesz egy körülbelül fogalmunk arról, hogy is játszik az ellenfél. Katonával jön, ugye neki ilyen jó kis pengés támadásai vannak. Joppá. Igen, eddig nem annyira vészes. Joppá, igen. Ez a dupla pengés támadása, ez van neki egy tripla is. Persze még nagyobb, vagy még jobban fölmegy a levegőbe. Nem tudom, hogy mit csináljak, mert hogy nagyon véd. Nagyon véd, és a láb mozgásom sajnos nem annyira hatásos. Van neki egy ilyen ráugrása. Szerencsére most nem tudott, igazából a falnak ugrik ilyenkor, és onnan pördül egy ilyen nagyon érdekeset. Valószínűleg majd látni fogjuk később. Nagyon véd, hát mit csináljak? Hát véd folyamatosan. Nem akarsz támadni? Jaj, de... Akkor meg én védek. Szuper. Szuper meccs. Persze ez csak egy szimuláció, úgyhogy igazából nem nagyon kell izgulnom. Azt legalább már tudom, hogy ez a Selena ez folyamatosan véd. Megnézzük, hogy a szaltón mennyire hatásos, semennyire. Még a levegőt rugdossuk. Na. Doink. Annyira közel meg nem merészkedik, hogy át tudjam dobni, kivéve most. Jó. Megvertük, úgyhogy nézzük meg arénában. Meglátjuk, hogy itt most mennyire lesz sikerünk. Gáncsal kezdünk. Aztán egy átpördülés. Eddig jó. De sima rugás volt. Hoppá, igen, erről beszéltem, ezt sikeresen kivédtük. Bár nem tudom, hogy. Csak a véletlen műve. Ajjajjajjaj. Kapjuk a kombót, nem baján dobjuk. Ó. Most is eldobjuk. Megpróbálom a felső és az alsó ütéseket kombinálni, hát ha azokkal kevésbé tud mit kezdeni. Ez az, kiütöttük. Most tudom, hogy nekünk most mennyi a stun rez. Nem figyeltem, de ezt érdemes egyébként fejleszteni, minél kevésbé tudjanak minket kijutni. Na, jössz vagy nem jössz? Én megyek. Megyek a pofonér. Erről beszéltem, ez elég sokat levett. Igen, ezzel a pördülő ugrással csak az a baj, hogy nagyon nehéz irányítani. Nem tudunk akárhova menni utána vele. Ez az. Jó, megvertük. Kb. Picivel több, mint a fele életerünk ment le. Ami annyira nem vészes, most már 6600-at nyertünk. Szuper! Következő ellenfelünk pedig már maga Nikoli Shadow-val. Úgyhogy megnézzük, hogy egy arm speedet tudnánk fejleszteni 5000-ért, és ugye a training courses pedig itt már 7000. Uh-huh. Na, én arra megyek, hogy most akkor nyomjunk egy arm speedet,
vegyük fel 4-esre, amit fel lehet venni 4-esre, és hát menjünk neki, én azt mondom, kiszívunk, benne van a játékban. Persze, hogy a Shadow, hát igazából tőle parázok a legjobban, viszont legalább olyan pályán vagyunk, ahol elérhetünk plusz damage-eket. Persze ő is, és erre rá is megy. Kis mocsok. Próbáljuk a felső-alsó ütéseket kombinálni. Persze ő sem hagy minket ütés nélkül. Jó lábrugás, az mindig jó. Fejbe. Hogy képzeled? Mégis hogy képzeled? Jó, már ki is ütött minket. Basszus. Nagyon jön. Még levegőben nyomatja. Hoppá! Jó, ez sikerült eltalálnunk. Óvatosan ezek, ajajaj, óvatosan ezekkel a lassú mozgásokkal, mert nagyon sok minden nem tudunk csinálni. Ennyi volt, köszöntjük szépen. Szerintem már, igen. És kész. Körülbelül picivel több, mint a felét tudtuk levenni az életerejének. Ami kevés. Ez kevés, mindenképpen szerintem azért nagyon sokat nem veszítettünk. Úgyhogy most vissza is dobott minket egyet, hogyha Selena ellen megyünk megint. Jó, próbálkozzunk meg, fejlesztenünk kéne mindenképpen az armort, és a 13, hát annyit biztos, hogy nem fogunk összeszedni, ha csak nem sikerül egy distraction-t összehoznunk, de van egy olyan érzésem, hogy nem fog sikerülni. Mindegy, menjünk neki. Armoron lenne érdemes, illetve hát a karakterstatokat lenne most már picit jobb, ha fejlesztenénk. Nagyon sok múlik rajta igazából. És onnan, hogy azokat felfejlesztettük, ugye? Igen, ez volt a katona átdobása. Figyeljétek, ezt mondjuk tőle is kiszívok megint. Hoppá! Ugrabugrálunk, akkor én is tudok így ugrabugrálni. És kiütöttük. Hát most senkit nem kapott be. De ilyen közel jössz, barátom, akkor ne számíts másra. Van, hogyha gyorsabban támad. Próbálok közben védekezni, de hát na az már volt, pont arra jött a gömb. Azaz. Továbbra sem sikerül a distraction, nem baj. Kitartóan próbálkozom. Aztán egyszer majd összejön. 6000. Nem lehet még egyszer menni a terem ellen? Kicsit feltápolnám magamat. Ezekben most tudnánk egyébként venni. Innen ugye nem. De nem baj. Szerintem nyomok egy endurance-re, egy 7000-est. Vagy várjuk meg az armort. Melyik legyen? Hogy legyünk gyorsabbak. Nézzük meg a agilitást. Hát az elég lesz. Lehet, hogy most egy párszor meg fog minket verni, de nem baj, igazából ez a kihívás a játékban. Egy. Nagyon jön. Már keményebb boss. Neki most már tényleg olyan az érzete, mint egy boss lenne. Úgyhogy az előzőek azért annyira nem voltak vészesek.
hogyha ilyen messziről jövök, akkor persze lehet rá számítani. Ajjajjajjajjaj. Meg az... Próbálom többször átdobni, és ugrál itt a... Itt a hülye. Hoppá! Pont mindig akkor hátrál egy kicsit, egyébként nagyon jó a jó játszik, nyilván ugye jól van beprogramozva, de tartja a távolságot, amikor kell, az ütésektől, rugásoktól, mindig egy kicsit vissza, egy kicsit előre, és akkor jön, amikor úgy gondolja, hogy lehet támadni, szóval érdemes, lehet, sokat lehet tőle tanulni. Picivel jobb a kótunk most, de csak picivel. Baj, most 6000, menjünk megint neki, ismét Selena. Hát még párszor megcsináljuk ezt a kombinációt, akkor szerintem utána már jók leszünk. Jaj, szerencsére nem ment be több ütése a hármas kombóból, csak egy. Ez a fejenugrálás katanának, ez iszonyat idegesítő. Különböző, amikor így egymás után többször ugrál a fejeden. Jobb, ez az. Jó, most aztán jönnek ezerrel a tüskék. Köszönjük. Próbálom én is kivárni, hogy támadjon, csak ezek a szemetek nem akarnak. Hopp. Hú. Van itt pörgés. Ez az. Bekaphattad volna. Nem haragudtam volna megérte. Igen, a katonának ez az alsó becsúszás, ez tök jó, csak iszonyat panisolható. Ugye nagyon közel jön ilyenkor az ellenfélhez, hogyha nem megfelelő távolságban indítja. És ilyenkor simán lehet counter támadást végezni. Hopp. Tüske kinyírta. Jó van. 6000. És van 12. Nézzünk egy kis... Vagy menjünk inkább ezekre? Power. Ugye neki az agility-je az... Az agilitás az olyan brutál sok. Miben? Azt nézzük meg, hogy miben gyenge, ugye az ütései gyengébbek. Armorban is talán ezből még van neki kettő hátra. Az arm speed és az arm power az tele van. Igazából erőben egy picit egyébként gyengélkedik. Mi meg körülbelül olyan középmezőnyben vagyunk mindenben. Úgyhogy hát mindenképpen a sebességre lenne érdemes egyébként menni. Mert ezzel tudjuk, így tudjuk esetleg felvenni a küzdelmet. Én rányomnék akkor egy leg speedre. Megpróbálunk a sebességgel felvenni a küzdelmet. Mert ugyan a power is jó lenne, de szerintem egyébként elég erősek már a mozdulataink. Viszont nem tudjuk olyan sokszor bevinni őket, mert hát lassúak vagyunk, úgyhogy igazából ezen kéne. Ajjajjaj, pont sikerült pont beleugranom. Hogy bírt azt kivédeni vajon? Azt nem tudom. Ajjajjajjajjaj. Ajjajjajjajjaj. Kész. Egy kis wall combo.
Köszönjük, legalább a tüske is kapott valamit. Átugrik egyik pályából a másik, vagy egyik pálya egyik részébe, sarkából a másikba. Aztán azt csinál velem, mint a kar. Jó, ennyi volt. De kár érte. Hát most is csak eddig tudtuk levinni. Hát mondtam, ez most egy ilyen pingpong lesz. Serenával elég sokszor meg fogunk most még küzdeni szerintem. Nagyon érdekes egyébként, hogy bármennyire is egyébként úgy tűnik, hogy ez ilyen pici pálya, egyébként pontosan ugyanakkor, mint az összes többi. Egyszerűen csak vizuálisan tűnik ilyen kicsit zártabbnak a grafika miatt. Pont elértem. Boing. Igen, van is. Ezzel kéne valamit kezdeni, mert ezt folyamatosan bekapom. Lehet, hogy nekem is így kéne ráugranom? Lehet, és nem a hülye átdobással. Hoppá! Későn csúszott be. Hopp! Így, ennyire közel voltunk. Örülök neki. Vagy spameljük egy kicsit. Szevasz. Jó. Hát Serenát meg tudjuk verni, ez nem probléma. De Nikolit, Nikoli nagyon gyors. 6000-et nyertünk megint. Ugye ezt már tovább nem tudjuk nyomni, nyomunk akkor egy kis... Vagy várjál. Bocsánat. Nem, itt ehhez kevesek vagyunk. Jó, akkor én azt mondom, hogy akkor nyomjunk egy power-t még itt. Szép lassan megyünk fölfele. Egyszer megverjük. Kell egy kis szerencsés hozzá, amiből most nem kaptunk. Mindig jön ilyenkor közelít. Na gyere. Most gyere. Szemét. Most gyere. Pont akkor tűnt el a... Gyere. Na mi van? Anyád. Ups. Jó van. Gáncsal óvatosan kéne bánnom. Ez az... lassú, ugye? A gáncs. És így közel tud férkőzni hozzám. Jó, hát védjed, én megütök. Fantasztikus harcos vagyok. Sokat gyakoroltam ezt a titkos technikát. Öpp. Jaj. Nem baj, visszakapod. Kár, hogy tiéd erősebb. Au! Ne! Hát nem örülök. Ez egy fantasztikus rész lesz most a... tornamentben, videóban. Igazából itt Serena és Nikoli küzdelmeket lehet nézni. Fantasztikusan izgalmas.
Néha van egyébként, hogy ugye egymás a ranglistán ők is ugye harcolnak, és más dob vissza. Lehet, hogy ilyen, ugye erre mondtam még korábban azt, hogy lehet, hogy kettőt is visszadob, és igazából nem dob vissza kettőt, egyszerűen csak egyel előtti karakterrel harcolunk. Pontosan azért, mert neki is sikerült megvernie a mögöttünk lévőt. Hát ezek is így még váltakoznak simán. Akkor lesz gáz, amikor már a Selena is kinyír engem. Mert nem figyelek. Hoppá! Szerencsére azért annyira nem okos az AI, hogy megtanulja a mozdulataimat, játékstílusomat. Ó, ez most jó volt. Mert nyilván egy élő ellenféllel azért más lenne a helyzet. Ki lehet tanulni egymás játékstílusát viszonylag hamar. Ez az. Jó. Megint 6000. Na most semmit nem tudunk venni. Ez pont annyira elég, hogy semennyire. Úgyhogy akkor hát nem tudom, nem tudunk más csinálni. Próbálkozunk meg megint Nikolival. Egyszer sikerülni fog. Lehet, hogy nem ebben a részben. De akkor majd a következőben. Hopp, nem tudom, mit csinálok. És érte. Lából. Na, ez most érdekes volt. Elvileg ütöttem a levegőben, aztán mégsem. Így. Nem ezt szerettem volna. Jó, most egész jól tudjuk sorozni. Upp. Baj, visszakapta. Hú, most nagyon koncentrálok, azért nem beszélek. Szeretném kicsinálni ezt a szemetet. Elég volt egy speciális nyomnia, meg belém ütnie kétszer, és hello. Rengeteget levett. Rengeteget, pedig nagyon-nagyon igyekeztem tényleg, higgyétek el, hogy megpróbáltam mindent beleadni. Ugye nekünk mit kéne még fejleszteni? Leg power-t, meg arm power-t. Ezek mind már 9000-esek. Eladni meg ugye nem tudom több ér. Ugye a leg power eladom az 3700, hát kb. Ja nem, hogyha mondjuk mit tudom én a Starrest, mondjuk 5000 jel tudnám adni a Starrest. Jó. Nem baj. Menjünk neki még egyszer. Serenának. Kicsit gyűjtsünk pénzt most, és akkor utána próbáljuk okosan elkölteni. Lehet, hogy a végén az lesz, hogy el is adunk egy-két dolgot, hogy meg tudjuk ölni. Ez az Nikolit. Igen, ebből sosem jövök ki jól.
Hoppá. Itt vagy az a kérdés utána persze, hogy mibe fejleszek. Mindenképpen az erőre kéne. Most már. Mert hiába vagyunk gyorsak, gyorsabbak, egyszerűen gyengék vagyunk hozzá képest. Jaj! Hogy ennyivel erősebb legyen, de a rank 1-es azért az nem semmi. Na, 7000-es nyerés. Hát legalább ennyi. És akkor itt van nekünk egy leg powerünk, meg arm powerünk. Mind a kettő ugye 5-ös szintű. Gyorsan megnézzük még egyszer Nikolit. Aha. Armorja elég erős. Jó, hát nézzétek, igazából mind a kettő 9000. Megyek a leg powerre. Nyomjuk azt. Ez úgy gyorsabb a leg speedünk egy picivel. És akkor próbálkozunk még egyszer. Utolsó harc lesz ebben a részben. Megpróbálunk kihozni mindent, amit csak lehet. Ugye most leg powerre mentünk, úgyhogy megpróbáljuk lábbal sorozni. Hát ha bekapja. Próbálunk ilyen piciket, mert ugye nagyon közel akar jönni, át akar dobni minket. Ezt kéne valahogy. Jaj, igen, lassú mozdulatok. Hopp. Jó, azért most már jobban megy. Jaj. Az életereje számít nagyon sokat. Egy-egy ilyen kis upgrade. A végére megtátosodik. Úristen! Jézusom! Szentég! Konkrétan mind a ketten megkaptunk. Jézusom, na ennél kiélezettebb végét nem is gondoltam volna, hogy meg lehet csinálni. Megvertük Nikolit. Nem volt egyszerű, konkrétan egész rész alatt vele és Serenával harcoltam, a végén egy-egy ilyen kisebb upgrade-eknek köszönhetően sikerült megvernünk. Úgyhogy mi vagyunk az új championök a War Invitational tornamentem. És kint is van a zászlónk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a szurkolást. Remélem nem volt nagyon uncsi. Ha igen, akkor bocsi. Ez sajnos ilyen a játék. Ha egyszer nem tudunk tovább menni, akkor mindig ugye visszadob minket egyel, és csak így tudunk fejlődni. Van még egy mód arra, hogy fejlődjünk, és valószínűleg most ezt is fogom bejátszani. Ugyanis most ugye 12.900-as profitunk van. Tehát összesen most 16.000 dollárunk van, amiből
természetesen most tudnánk fejleszteni, és tudunk is fejleszteni egy-két dolgot. De, hogyha most egy új tornamentet keresünk, ugye meg volt már a North American Open, a Katusha Challenge, War Invitational, és itt van a World Championship. Na, a registration fee, az eleve 10 000. Hogyha én most ezt kiválasztom, akkor már csak 6 000 dollárunk van, amiben szintén nem tudunk már semmit sem fejleszteni. Úgyhogy én azt mondom, hogy menjünk neki még egyszer majd egy korábbi tornamentnek, mivel hogy most már erősebbek vagyunk, ezért könnyebben végig tudunk menni rajta, remélhetőleg, és ezáltal viszont kapunk ugye pénzt, és fejleszteni is tudunk annyira legalább, hogy az utolsó tornamentnek picit jobb esélyekkel tudjunk neki indulni, tehát egy picit grindolni fogunk, megpróbálom ezt egy rész alatt majd letudni, és akkor akit esetleg ez a része nem érdekel, az nyugodtan átlépheti majd az utolsó tornamentre. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, folytatjuk a következő videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!